Na, sziasztok gyerekek! Én Marci vagyok, és most ebben a videóban egy újabb Counter-Strike 1.6-ot játszunk, még mindig rögzítve, úgyhogy csináljuk ugyanazt a pályát, a C1337-es Axolotl, még mindig ugyanaz, visszaállítottam mindent, mert az előző videó, a Counter-Strike fegyver bemutató videó óta változtattam egy kicsit. Most visszaállítottam mindent. Hát itt szokásunk szerint terroristák. Szokásos fegyverünk a sniper. A fegyver bemutatómban szerintem mindent elmagyaráztam. Lehet, hogy csinálok szerver videót is. Nekem nem Steam-en van meg, hanem letöltöttem egyszerűen. Na, rég játszottam. Igen, ez az. Még egyet öltünk. Jó. Olyan headshotot kaptam előbb, gyerekek, hogy 30 HP maradt. Szóval szerintem jól látszik minden. Engedj föl! Erre a részre emlékszik mindenki, amikor itt mindig ki kell lőnöm. De amúgy a társaimnak eszükben nincs. Hello! Négy a statom. Utánunk elbaszodik ez a konzol. Mennyien maradt? Nagyon kevesen maradtunk. De ők is. Jaj, még kevesebben fog maradni, hogyha ez a köcsög így kempel. És veszítettünk is. Hát a faszom ki van. De nem baj. Hát nem esek kétségbe. És megvesszük a P90-t. Hát már semmit nem tudunk. Pisztolyba lőszer, de ez elég lesz, hogy meghalljak. Kazából nem. Egyet már öltünk. 13 sebződtem. Erről beszéltem, hogy a sorozatban lősz, akkor mindig így össze-vissza megy a célkereszt. És akkor le kell tartanatok. Jó. Jaj, ne. Na, nem most jöjjenek be. Nyilván a jó édesanyádat azt. Megveszünk az AUG-ot, és veszünk egy tár pisztolylőszert az USP-be. Már egész jól megjegyeztem a nevüket. Főleg azóta, mióta játszottam a Chego-nak a case opening-e. Azóta tudom így a neveit a fegyvereknek. A legtöbbnek, a legkevesebb fegyvernek nem tudom a nevét. Ilyen bonyolult neve van. És jól nagy is tudnék beszélni. Látjátok, ha így lövök, akkor nem sok esélyem van. Most ismét botokkal játszok. Azért van mindenkinek ilyen hülye neve. Hát itt nem kempelek, akkor nem tudom, hogy hol van ezek az ellenfelek. Na, egy headshotot összehoztam, egy random lövésekkel. De viszont mi is adjuk nekik. 8-3 a statom, és első vagyok. Na figyeljétek, ezt utálom a játék során, hogy nem ezen ment, itt akarnak bemenni, és ott van mögöttük egy terrorista, de amikor nincs itt, akkor is basszakodnak az ajtó, és ezt kell néznem úgy a maradék egy percbe. Higgyétek el, mennyire rosszul esik ez nekem. És főleg, hogy látják egy pillanatra a botot, az ellenfelet, de mégse lőnek. És ezt kell várnom. Mit tudom én, meddig. De most szerencsére kevesebbet kell várnom.
Akkor inkább halljanak meg a társaim is, csak ne kelljen olyan sokat várni. Ha megint nem tudok. Na, vettem M4 át. Igen. Nem, nem! Jim nagyon beindult. Harmincnégy HP maradt a százból. A kurva anyátokat. Én nem olyan érzésem, hogy oda nem kéne visszanéznem. Főleg, hogy most lőttem egy... a tárannak az egy harmadát. Buzi! Baszki! Megijedtem. Nem baj. Melyik ölt meg? Na most nem figyeltem. 10-4-es statom. Jim nagyon beindult. Veszünk megint, és nem tudok egy töltényt se venni. Hát ez egy szopás lesz. Na mindegy, kibírjuk. És nem egyszer estem ilyen alkalomba, hogy semmit nem tudok venni töltényt a fegyverembe. Nem egyszer fordult elő, gyerekek, higgyétek el. Nem tudom, hogy Jim nagyon keni. Itt volt emeletem egy terrorista, bazd meg! Átbaszott a mocskos kurva anyját neki. Jim él még? Hát hogy ne... Ja, nem él. Na mindegy. Jeff. Bazd meg Jeff. Ez a kamera nézet, hogy nem tudom mozgatni, ez kész. Lehet ilyen mindenfélébe lehet váltani, de ez a kedvencem. Connor, John Connor. Legalább mindig első vagyok. Igen. Hát eddig... Na, mész a faszomba, nekem kész. Ez mi volt, bazd meg? Ez mi volt? A faszom, ki van ezzel? Na, srácok, ha tetszett ez a rövid rész, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!